Jó reggelt! Eltelt egy év, és ma újra amerikai autó konvoj fog menni a Balatonhoz, de másképpen! A találkozó reggel ugyanúgy ezen a benzinkuton hajnali 8 órakor. És hogy mi lesz másképp? Ma nem kerüljük meg a teljes Balatont, csak a Balaton felvidék lesz a kör. Az autók 80%-a kicserélődött. Ebben az évben szinte teljesen más autókból áll a konvoj. Most sokkal hidegebb van, mint tavaly. Én a trágyaszállítóval jöttem, és mivel egy szép országban élünk, a szép autóinknak megmutatjuk természeti csodáinkat is. Elautózunk egy vulkán kráterébe! Aztán ki tudja még? Vigyéled a két cowboy kalapost ott elől? Texasiakkal vigyázni kell! A kezdő csapat nem olyan nagy, heten vagyunk, mint a gonoszok. Csatlakoztak hozzánk még 8-an, így már 15 autóról szól a mese. És most jön, ami még nem volt. A vulkán. A parkoló meg is volna, csodálatos erdei utakon, majdnem ösvényekkel jöttünk egészen idáig. Hát, ez elég magas. 300-350 méteren van a teteje. Mindegy, felmegyünk. Lifttel? Milyen lifttel? Lépcsőn, more! Eljöttünk a Hegyestő nevezetű kilátóba. Amit itt tetszenek látni, az a Tapolcai medence 2,5-3 millió évvel ezelőtt működő vulkánjának a helye. Amúgy egy csodaszép helyen van, de beszélnek inkább a képek. Még mindig várom a dicséretet, hogy a 892 darab lépcső megmászása után köszöntünk a hegy tetején. Bevallom, azért lefelé sokkal könnyebb. Sokat gondolkoztam azon, hogy ezt elmeséljem-e. De hát ez is hozzátartozik, és hát legyünk egymással őszinték, nem igaz? Mindig büszkén szoktam mutogatni a kaját, hát most nem. Jó előre szerveztek nekünk, nem, várjál, nagyon, valami nem oké. Jó előre szerveztek nekünk ebédet egy Tapolcához közeli kisfalu vendéglőjében. Érkezésünk előtt egy héttel írásban leadtuk személy szerint az ételrendelést. Ki mit fog enni? A megbeszélt időre megérkezünk. Aranyos kis hely, kavicsos plac, kis sörpadók, napernyők, minden all right, kivéve, hogy hűvös van, 17 fok, és még fúj a szél is. Érkezik a hölgy, és mosolyogva kérdezi, mit kérnek inni? Velem szemben ül egyik autóstársunk István. Azt mondja, kérek egy almafröccsöt. Szőlőfröccsünk van, az nem jó? Hát jó legyen. István mellett ott ül a felesége. Szia Tündi. Aki fázik, mint mindannyian, és azt mondja, hogy kérhetnék esetleg egy meleg teát? Én tudok csinálni, hogyha magát nem zavarja, hogy mindenki más később kap kaját emiatt. Hogy mi van? És maga mit kér inni? Kérnék egy gyömbért. Szőlőfröccs, nem jó? Az gyömbér? Nem. Akkor nem. Rendben van. Olyan csúnyán nézett rám! Aztán persze, amikor a többiek italát kihozta, én nem kaptam semmit. Magának mi volt? Tetszik tudni a gyömbér? Onnantól én voltam a gyömbéres paraszt. Eliszogattuk a jaffát, beszélgettünk. Egy olyan másfél óra várakozás után, amikor már mindenki ette a sült húst, megkérdeztem, hogy csokolom, a kézműves hamburger is jön valamikor? Először a sült húsokat csináljuk, utána állunk csak át a hamburgerre. Aha, értem. És nem lehetne, hogy akkor inkább húsi legyen, ne hamburger? Miért éhehal? Hihetetlen, és ő ebből megél. Azt ugye mondanom sem kell. Ki kapott utoljára? A gyömbéres paraszt! Megálltunk
Tapolcán egy patak melletti szép parkolóban, mivel a többiek bementek a belvárosba sétálgatni, meg nézegetni, most nincs senki a kocsik körül, úgyhogy meg tudom őket mutatni részletesebben. Most jöttök, vagy mi van? Szépek voltak a felvételek? Köszi! Mutassam őket mozgásba is. Ja, oké. Yesterday I lost the battle, trying at all costs, to keep you babe. Oh, to keep you babe. Now I hurt so bad. All I feel is sadness. I lost you, baby. Oh, I lost you, baby. I said goodbye with tears inside, calling out your name as you shut the door behind you. And now I wonder, why won't you come back? Love me, hold me, need me, like the way you used to do when it was just me. A végállomás, Balatonakali, a kemping. Itt még megesszük a kis vacsoránkat, aztán szépen elköszönünk egymástól. Auf Wiedersehen, viszontlátásra, das Vidania! Ciao, ciao! És kiskezit csókolom!